teljesen politikamentessé kéne tenni, mert így talán így el is veszti az ügy az értékét, hogyha politika beszáll ebbe. Többször voltak már ígéretek, hogy a nemzeti alaptantervet megváltoztatják. Ugye erre szolgált többször is az Országos Diákparlament, én kettő részt is vettem, és az ott lévő ajánlásokat, amiket a kettő diákparlamenten részt vettem, azokat benyújtottam, gyakorlatilag semmi sem valósult meg. Szóval jó, hogyha ígérgetnek, jó, hogyha vannak ígéretek. Viszont és tudod, hogy mik az ígéretek egyébként? Egyről nem tudom. Én azért vagyok itt, én most egyetemistaként vagyok itt, hogy megnézem, hogy mennyire veszi komolyan magát a fiatalság. Egyébként nagyjából Csépe Valéria interjúkban milyen gondolatokat fejtett ki esetleg? Nem vagyok ezzel tisztában. Például mondott olyanokat, ami hasonló volt a Facebook leírásában, hogy már az esemény Facebook leírásában, hogy a diákok túlterheltek. Például... Akkor egyetértetek Csépe Valériának ezzel a gondolatával? Hát ez mind szép és jó, de nem elég csak felismerni ezt az egészet, mert jó, nyilvánvalóan látjuk, hogy egy diákoknak akár 40 óráig plusz, hogyha még az iskolán kívüli foglalkozásokat is nézzük, akkor ez még több, nagyobb óraszámot is jelent. Fontos tényleg, hogy ne csak felismerés legyen, hanem tevékenységek is. És ezért jó, hogy minden évben újra és újra gyakorlatilag előjön ez a probléma már egy pár éve. És jó az, hogy a diákok itt vannak, és gyakorlatilag jogukat gyakorolva kifejezik azt, hogy van, amivel nem értenek egyet. És akkor mi gondoltok arról, hogy ezt a rendezvényt támogatta a német szociáldemokratáknak és a pártalapítványa pénzzel? Annyi mindenki támogat a mai világban, annyi mindenkit, hogy szerintem ez nem feltétlen mérvadó. Nyilván, hogyha emiatt befolyásolódik a rendezvény, az baj. Politikusok magánemberként megjelenhetnek, mint hogy az elmúlt 7 évben minden civil tüntetésen magánemberként részt vettünk, de egyébként tökre megértem a diákokat, hogy ettől a mai pártpolitikától, ettől a nyomorult acsarkodástól, öncélúságtól elhatárolódnak. Mert valójában ez nem is politika, az én véleményem szerint sem, amit a Fidesz csinál az elmúlt 7 évben. Sőt, azt kell, hogy mondjam, ez még ránk politikusokra is szégyent hoz, amit művelnek. A diákokat eltántorítja egy kis eső! Mit gondoltak arról, hogy mennyire fontos, hogy ez a rendezvény politikailag független legyen, hogy ne kötődjön pártpolitikához? Szerintem nagyon. Yeah, szerinted is? Szerintem is nagyon. És akkor mit gondoltak arról, hogyha azt mondom, hogy ezt a rendezvényt támogatta a Német Szociáldemokraták pártalapítványa? Passz. Tehát akkor ez nem zavart titeket? Nem. De azt mondtad, hogy legyen pártpolitikától független. De autista vagyok. Fényesen besült számomra most már odabb, hogy ezt megtudtam. Igazából csak unatkoztunk, azért jöttünk. Az élet minden területén olyan emberek fognak dolgozni, akik a mai iskola rendszerében tanulnak. Nem voltam iskolában, igen, tüntető jelleggel. De hogyha most tüntetsz, akkor miért kellett lógni délelőtt? Hát mert ez is egy jelzésértékű dolog, hogy akik bementek és kávozok, látják, hogy mi nem vagyunk ott, és ez is gyakorlatilag egy jelzésértékű dolog. Mégsem sikerült annyira függetleníteni a rendezvényt, ha jól tudjuk, akkor az MSZP-nek is van némi köze ez, hiszen a Német Szociáldemokraták pártalapítványa is finanszírozza ezt a rendezvényt. Hát lehet, hogy finanszírozza, én erről például nem is tudtam. Az MSZP-nek ehhez a rendezvényhez semmi köze, higgyel. Hát egy pár családba tartoznak. De ehhez a rendezvényhez a Magyar Szocialista Pártnak akkor sincs semmi köze. Akkor ezt nem is beszélték meg előre? A Magyar Szocialista Pártnak ehhez a rendezvényhez nincs köze.